Olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát, és használd a bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Na szavaztok, srácok, itt vagyunk egy újabb Manchester United karriermód részben, és ja, jöttek megint mezek. Úgyhogy ezeket gyorsan megnézzük, és bele is kezdünk gyönyörű szépen, fontos és nehéz mérkőzéseink lesznek a mai részben, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani ma is. Szokás szerint három meszt kaptunk, és szokás szerint a SoccerMob Plus oldalától. Az egyik nem más, mint egy Paris Saint-Germain hazai szerelés. Ahogy ezt láthatjátok is, csodálatosan néz ki. Elles méretben, egyébként nem az enyém lesz, hanem ez egy nyereményjátékos mez, úgyhogy ezt még postázni fogom ma. Vagyis hát nem ma, hanem valamikor a héten. Illetve van még egy nyereményjátékos mezünk, ez pedig egy Barcelona hazai mezecske, gyönyörű szépen ott a La Liga logó, a Beko oldalt, meg minden. Ez akkora nagy, hogy beszarsz rajta, XL-es méret azt hiszem, úgyhogy van egy ilyen mezünk is, és ami az enyém, az pedig nem más, mint egy Manchester United mez, szokás szerint. Mert hogy abból sosem elég, viszont ez nem olyan, amilyet minden nap látsz. Ez az EA Sportsos United mez, gyönyörű szépen, aminek kérlek szépen bőr a logója, amin fölsírtam, amikor megláttam. Egyébként olyan ronda ez a mez, hogy már szép, de ja, érdekes. Én azt mondom, hogy érdekes. Minden esetre a linket megtaláljátok a SoccerMob Plus oldalához a leírásban, én pedig gyorsan áthúzom ezt a mezt, mert miért ne? Na, most, hogy ezen túl vagyunk, már bele is kezdhetünk, kicsit furcsán állom úgy szerintem. Nem tetszik. Na mindegy. Viszont United mez, úgyhogy most ma ebbe fogjuk csapatni. Én a mondó vagyok, hogy kezdjünk bele az első mérkőzésünkbe, ami a Bajnokok Ligájában lesz, méghozzá a Valencia csapata ellen hazai pályán, illene nyerni, főleg úgy, hogy leikszeltünk az előző részben a Young Boys-szal, úgyhogy most ilyen győzelmi kényszerben vagyunk. Kezdjünk bele! Gyönyörű szépen az Old Traffordon, Lukaku meg mindenki, aki számít, nagyjából a csapattal játszunk, úgyhogy mindenképpen győzni szeretnénk. Meg ha B-vel játszanánk akkor is, de hát ez nyilvánvaló. Uha! Kis gól is gól, szokták mondani, hát ez most nem volt kicsi. Gameiro a gólszerző, és 1-0 a Valenciának. Hát ami most így eléggé rendesen meglepett. Kicsit bénáztunk a védelembe, aztán ő pedig így beverte. Sok mindent ez ellen nem tudtunk csinálni sajnos. Lukaku nagyon jól csinálta, Lukaku ballal tud, ő lőni tud, csak rosszul. Viszont az ott egy nagyon jó labda lesz BL-nek, aki meg tudja azt ott futni gyönyörű szépen, és egy lövőcselés a balos, majdnem jó volt pedig. Azt én oda betenném BL-nek, hogyha tudna jönni, tudott is. Csak rosszul fejelt. Jó, ennyi volt az első félidő. 1-0 Valenciának, hazai pályán, ami nem annyira tetszik nekem. De hát ez van, viszont cserélünk, Lukaku nem jó. Úgyhogy érkezik a helyére Rashford, és érkezik Martial is Sanchez helyére, mert ő se jó. Úgyhogy hát, ha egy kicsit tudunk lendíteni a támadójátékunkon. Mondjuk nem oda akartam, de Pogba megy, nagyon jól megy Pogba, és lő is, hát mellé lövi. Hát de miért? Tesa! Hát te nem vagy egy vak gyerek, de hát ez nagyon rossz volt. Igen, Paul Pogba, az lefordul. Hát de miket lő ma a pali? Nem igaz, hogy ennyire nincsen bal lába. Oké. Herrera. Az ott nagyon jó, csak ne legyen les. Átemeltük. Ott az egy pont legalább, jó. Rashford, hogyha jól láttam, így is van Marcus. Nagyon jó. Cserejátékosunk gólt szerzett, úgyhogy jól éreztem meg, hogy kit kell behozni. Na nézzük vissza. Éppen, hogy nem volt les, már mutogattak a védők, jött ki Nétő a kapuból, de minek, aztán mi pedig beemeltük felette. Utolsó pillanatok a mérkőzésből, nagyon izgalmas, nagyon idegtépő, meg kell legyen fejjel, nagyon jó.
És Martial indul is gyönyörű szépen, bent középen Gareth Bale. Nem jó, Matic, Bale, lefordul, neki van bal lába, csak megpattan a védőn, és itt lesz a mérkőzés vége. Hát ez is egy keservesen nehézen megszerzett egy pont hazai pályán a BL-ben. Nem az igazi sajnos, itt rontottuk el, hogy elcsesztük a védekezést egy kicsit. De hát ez ellen a lövés ellen meg mit tudsz csinálni? Na mindegy, egy pont is egy pont, több mint a nulla, úgyhogy valamilyen szinten örülni kell neki. Nyilván nem a legjobb, de lehetett volna rosszabb is. Na srácok, BL után következik egy hazai bajnoki mérkőzés a Newcastle ellen, amit A csapattal le fogunk szimulálni, mondjuk Bélt kiszedem. Habár mondjuk nem szedem ki, viszont az biztos, hogy 5 hónapra megsérült Fred edzésen, mert hogy miért ne, úgyhogy ez itt tök jó. Elmondó vagyok, hogy azért Mata helyére betesszük Lingardot, mégiscsak talán egy kicsit jobb játékos, és ezt a meccset leszimuláljuk. Aztán pedig a Chelsea ellen fog következni szintén egy bajnoki mérkőzés, azt lejátsszuk, és utána 2 nap pihenő lesz, és jön egy Juve elleni BL meccs, amit már tényleg meg kell nyerni, és pont a legnehezebb ellenfél, de győzelmi kényszerben leszünk közben, itt pedig 2-0 már az állás, úgyhogy nagyon jók vagyunk, ez a mérkőzés, ez meg lesz. 3-0, oké, ez biztos, hogy 3 pont újból a zsebben, a 8. bajnoki győzelmünk lesz ez a 8 meccsünkből, 4-0, Sanchez szimulációban formában van, amúgy pedig nem túl jó, de mindegy, ez egy eléggé elsöprő diadal volt itt most hazai pályán, és ahogy láthatjátok, már 9 ponttal vezetjük a bajnokságot, úgyhogy tényleg leginkább a BR-re, illetve a kupákra kéne most egy kicsit fókuszálni jobban, ugyanis 3 meccsnyi előnyünk van a Cityvel szemben, ami nem szar egyáltalán, úgyhogy ez mindenképpen előnyös. Szóval, ja, ez a B csapatunk, most egy kicsit megnézzük, hogy mire vagyunk képesek a Stamford Bridge-en idegenben. B csapattal aztán, ja, kezdjünk bele. Itt is vagyunk a jó öreg Stamford Bridge-en, és a londoni kékek ellen fogunk megmérkőzni, ahogy ezt már tudhatjátok is. Ők se a legerősebb csapatukkal játszanak, ahogy nézem. De hát azért nyilván sok klasszis van itt is. Ugyanúgy, mint nálunk egyébként. Tehát itt semmi probléma nincsen azzal, hogy B csapat, ez viszont megindulási lehetőség lett volna. De hát mégse lett az. Azt én oda merészbe be akartam rakni a Martialnak, nem sikerült, viszont Juan Mata kint a szélen, és bent középen pedig ott van Martial. Mekkora védés volt Kepától. Hó, tesó, hát az ilyen szedkibohóc fejes volt, szerencse, hogy kapufa. Azért ez nem volt egy rossz lehetőség, itt a Chelsea előtt. Ez Morata, meg Lindelöf. Morata beadja, és hát nagyon nem figyelt ott a védő középen, ki volt az? Jones, szerintem. Nézzük meg még egyszer, bakker. Egy rossz szerelési kísérlet, jön a beadás, és Jones pedig elalszik, mint a bánat, hallod? Hát mi van veled, tesó? 1-0 oda a 40. percben, ismételten hátrányban, és ismételten nehéz dolgunk lesz. Sőt, nehezebb dolgunk lesz, mint a Valencia ellen, ebben biztos vagyok, mert mégiscsak egy Chelsea, nem egy Valencia. Mi van? Les. Első félidő vége, ismételten 1-0-ás hátrányból fordítunk, vagy fordulunk, fordítani csak szeretnék. Rosszabbak vagyunk sokkal, mint a Chelsea, az a baj, vágod. Na mindegy, fölhozzuk a Csongot. Mert miért ne? Illetve Lingardot. És reménykedünk. A legjobbakban. Az ott nagyon jó labda. Martial, vissza kéne húzni, be kéne tenni középre. Mi van? Kepa mit szedett? Húha! Nem, hogy gólt lőjek, ki se tudom hozni a labdát a 16-osomról. Mi a fasz? Nézd meg! Dobd előre, ez se volt jó. Nagyon rossz volt ez a meccs. Katasztrofálisan szarul játszottunk, alig volt nálunk a labda, olyan nyomás volt rajtunk, mint a picsa,
De hát ez van. Néha ez így sikerül, B csapattal játszottunk egy Chelsea ellen idegenben. Néha be kell vállalni. Most nem jött össze. Na mindegy, így is legalább 6 ponttal vezetjük a bajnokságot, úgyhogy no para. Na srácok, itt vagyunk, és újból BL mérkőzés lesz, újból hazai pályán, csak most éppen a Juventus ellen kéne bizonyítanunk, hogy jobbak vagyunk náluk. Ezek után, a mérkőzések után én nem érzem azt, hogy jobbak vagyunk náluk, de megpróbálunk beleadni mindent. A csapat, úgyhogy jól kéne menjen. Kezdjünk bele. Esik az eső, ez remélem, hogy nekünk fog kedvezni ezen a mérkőzésen, habár mondjuk nem lesz könnyű dolgunk. Ugyanis, hát van itt Ronaldo, meg Dybala, meg Douglas Costa, meg apám töke, Robben. Hogy kerül ide egy 80 éves Robben? Nyomjunk, ezt szeretem. Ez az, mert a pressingből meg lesz a labda. És hogyha pressing van, akkor labda van, és hogyha labda van, akkor tudunk menni előre. Ez kell ide. Jó, legyen meg, megvan, Bale, be kéne azt oda tenni. Jó, hát ez egy undorító szargól volt. Nagyon elrontotta a kapus is, meg a védő is, de vezettünk 1-0-ra, és végre nem mi kaptuk az első gólt, hanem mi szereztük. Gered Bale. Egy újabb átemelős gól igazából, ma csak egyet lőttünk eddig, és az is az volt. Úgyhogy ma úgy néz ki, hogy ezekkel tudunk dominálni. Hihetetlen szarlabda volt, de végül is jól jött ki. Aztán itt meg összezavarodott a Sesnyi meg az Alexandro. Ó, jó a blokk, jó a védés. Jó, srácok, első fél idő 1-0 ide, végre. Nem hátrányból fordulunk. Ez jót jelent szerintem mindenféleképpen, úgyhogy ha tudjuk tartani ezt a szintet, amit eddig nyomtunk a meccsen, akkor 3 pontot szerzünk a BL-ben a legnehezebb ellenfelünk ellen, úgyhogy ez mindenféleképpen egy jó dolog. Csak így kéne maradjon az eredmény. Vagy esetleg még kéne lőni még egyet, aztán akkor most már így boldogan el tudnánk gurigázni. És a Bale azt meg is futja szerintem, csak át kéne jól venni. Meg is van az is, és beközépre, ott a Sanchez, 2-0, de jól érkezett Alexis, és milyen jó volt a labda. Nagyon jó. Ez most egy szép kontratámadás volt, és egy nagyon jó keresztlabdával alakult ki az akció, és de gyönyörűen fejezte be Alexis Sanchez, gyerekek, te jó Isten, nézd meg! Bam! Jaj, de szép volt. Na, hát ez a mérkőzés, ez úgy néz ki, hogy eldőlt. Na, 2 perc a hosszabbítás, ebből már egy eltelt. Úgyhogy ez nagyon jó, és még mehetünk egy újabb kontrával. Mert ebben ma jók vagyunk nagyon. És jó, de oké. És ezt nem értem, hogy miért fújta le, de amúgy már mindegy is lett volna. 2-0-ra sikerült diadalmaskodni, és végre nyertünk egy mérkőzést. Mármint ebben a részben, amit játszottunk, mert amúgy nyertünk ma is, csak ez pont egy szimulált meccs volt, de ja, a Ronaldo Juve-ja ellen nem volt azért könnyű dolgunk, alig volt nálunk a labda, és egy lövés ment kapura, elvileg ebből 2 gól jött össze, de amúgy tényleg egy ment kapura. Mert ha azt nézed, akkor az az átemelős, bénázós gól az kapufáról pattant be, azt pedig nem számolják elvileg kapura lövésnek, úgyhogy ja, jogos a feltételezés. Viszont srácok, ennyi lett volna a mai rész, következő részben találkozunk. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, kövessetek be Instagramon, meg mindenhol, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Jók legyetek, szevasztok!